Na sziasztok srácok, én Martin vagyok, és ebben a videóban egy aféle játékos tesztet fogok végezni, úgymond játékos értékelő, így ezen a címen biztosan jobban ismeritek már a videó lényegét, vagy mi. És valószínűleg a videó címéből már ki is találhattátok, hogy kiről van szó, ugyanis végre megjelent egy magyar Team of the Week játékos, akinek a neve nem más, mint Nikolic. Itt is van a srác, 78-as játékosról van szó, hamarosan már elérik az elit szintet. Úgyhogy ja, na. Ami azt illeti, kinyitottam 15, sőt 16 darab inform packet. Na most. Életem legrosszabb döntése volt. Igaz, hogy ingyenes pekkek voltak, de bakker. 4 darab játékos jött belőlük. Egy Bell, egy Dam, egy Pedro, meg egy Luizinho. Ez a 4 játékos jött a 16 darab packből. Legfőképpen ez a köcsök Pedro. Se Nikolicot nem adta egyébként, se pedig egyetlen egy elit játékost sem adott. Pedig azért Kompany, Aduriz, Biglia azért eléggé jól néznek ki, ami azt illeti, de mindegy. A lényeg, hogy ezek a packek, fú, nagyon fölidegesítettek. Na, akkor nézzük is meg Nikolicnak a statjait. Hát, így ránézésre nem annyira tűnik jónak, csak egyetlen egy statja jobb, mint Griezmannnek, az pedig a strength, tehát az erő, aminek nem tudom, hogy igazából használta lehet venni. Hát csele nincsen, tehát ez már is egy rossz pont nálam, ugyanis én azokat a játékosokat, akiknek nincsen csele, azt nagyon nem bírom, tehát ha nem tudok cselezni, akkor nem lehet játszani. De mindegy, a videó kedvéért megcsinálom ezt a videót, ja, ezt jól megmondtam, szóval megcsinálom. Játszok Nikolicsal esti pozícióba a videó kedvéért, és nézzük akkor, hogy mit tudunk kezdeni vele. Nézzünk egy attack módos meccset, ez a 81-es OVR-ű pont jó lesz, bár itt a kezdő csapat OVR-re számít, ne szórakozzál már, pont azokat kell töröd elé, ami nekem, na azé, 4-3-2-1 az még itt maradt. És így akkor a false 9, hamis 9-es felállással akkor nekivágunk, és 93-os OBR, tehát van esélyünk a great chance-ra. Húha, full ultimate flashback-es védősora van a gyereknek. Durva lesz, főleg egy Nikolicsal nem igazán fogunk áttörni rajta. Na nézzük, Nikolic, ó de cselezik, és megszerzi a labdát. De hátra megy, nem előre, szóval Babakárra kell végigvinni, de nem. Inkább egy szabad rugást használunk ki, amit Rudival berugunk. Egyébként srácok, ez a Rudi. Az előző videóban Túró Rudiként ismert ember. Nagyon jó. Tehát, nagyon jó. Közben Nikolic megy, és egy longshot, amit Lám az szépen blokkolt. Tehát ott szép, Dani Caballos, szép. Na, még egyszer elkezdem. Counter-attack, oké. Okay. Rudi gyerek, ez egy óriás játékos, tehát élvezettel játszani. Hogyha akarjátok, abból is lesz egy ilyen játékos értékelő, tesztelő videó. Dybala passzolt Nikolicsnak. Oda cselezik, és kiharcolt egy szabadrugást Nikolic. Ez már valami. Rudi természetesen berúgja ezt is. Na, Nikolic kiharcolt egy szabadrugást, igazából azt vihette is volna tovább, csak hát szabálytalankodtak, ezért lefújták a meccset, és Rudi berúgja. De Nikolicot kéne keresni. Na, itt van Nikolic. Hát igen, ez a csel, ez... Hogy is mondjam nektek? Szépen mondva, szar.
oda passzoljuk Nikolicsnak, és kapásból, de a kapus kezére. Legalább volt már egy rárugásunk Nikolicsal. Ott a csel. Ez a csel nem is lehet, elég jól lehet szabad rugásokat kiharcolni, ami azt illeti. Dybala, Thiago, most nem találom, ott van Nikolics, de oda elég nehéz lesz eljutatni a labdát. Hummelsnek majdnem sikerült, megszerezték, mindegy. Nikolics megy, Sergio Ramos nem fogja átverni szerintem. Hát nem is. Hát jó. Nikolics, egy longshotot próbáljunk meg, egy óriási longshot. Hát az mellé ment volna. Az a neve a gyereknek, hogy Müllerözi. Most nézem csak. Sergio Ramos az nagyon adja neki. De még egy esélyt kap Nikolics. Ez a csel, ez borzalmas. Borzalmas ez a csel. Hát próbáljuk meg még egy meccset, hát ha nagyobb sikerrel járunk. Hát egy 4-es struktunk. Nem volt olyan rossz, mint amire számítottam. Igaz, Nikolicsal nem rúgtunk volt, de legalább kiharcoltunk egy szabadrugást, amit viszont berúgtunk Rudival. Na nézzük a következő meccset. 91-es OVR-je van most csak a srácnak. Tehát Cantor adtakra nem is lehet számítani, viszont neki is van egy Ramos-szal. Hát jól van. Lássuk akkor a meccset. Nikolics. Innen rúg, de Nikolics. Hát, igen. Ja. Jó, ó, de szép csel, Nikolics. Ez jó, rárukatod, Nikolics, és védi a kapus. Basszus. Pedig milyen szép volt az a csel most. Biztos, hogy ezt a cselet is tökéletesen lehet alkalmazni, és... Ó, Hummels. És, Hummels, na. És lehet játszani vele, de nagyon ki kell tapasztalni, tehát az előbb is azzal a csellel milyen szépen ott hagytuk a védőt. Hát most nincs itt Nikolics, szóval Rudival fejezzük be a támadást, tökéletes befejezés. Túró Rudi, Rudolf, mindenki. Nikolics mehet, rámegy a védő, és ne kapufa, ne már! Óriási lehetőség lett volna megint, és kihagyjuk megint Nikolicsal. Az pedig egy fölösleges próbálkozás volt, mert Babacar mellé lövi. Oké, Nikolics. Na, mondom, én lehet használni ezt a cselt. Nikolics belövi! Ott a gól, Nikolics. Na. Kezdek belejönni ebbe a cselbe. És hogy kell használni. Babacar próbálta befejelni, nem sikerült neki. Nikolics, nézzétek már, hát nem is rossz ez a csel. Csak az a baj, hogy az még lesen volt. Nem. Nikolics berúgja megint. Jó. Azt hittem les volt, de nem. Nikolics duplázik. Na. Ez az. Nem passzoljuk, hanem önzőzünk Nikóval, és rárugjuk, és az mellé. Oppá! Harmadjára hagyjuk ott Sergio Ramost, és harmadik gólunkat meg is rúgjuk Nikolicssal. Nem is rossz. Emberek, nem is rossz. Én azt gondoltam, hogy rosszabb lesz. Egy kezdő csapatban ez tökéletes játékos, ez a Nikolics, ami azt illeti. Tehát most olyanokra gondolok, akik még kezdők és bronz kötőjel aranyjátékosik vannak csak. Szerintem ez a Nikolics egy tökéletes játékos lenne egy ilyen arany kötőjel ezüst csapatba. Főleg, hogyha vesznek hozzá Game Changers-öket, boostolják egy picit, és akkor ja. Na srácok, lejátszottam a mérkőzéseket, azt a részletet majd az értékelés után fogjátok látni. De most fogom elmondani a dolgokat, hogy mit is tapasztaltam, mi a véleményem erről a játékosról. Szóval, ugye itt láthatjátok a statisztikáit, már láthatjátok ezelőtt is, de most nézzük meg pontosabban. Szóval 76-os sprint speedje van,
Nekem a 85-ös sprint speed a minimum, tehát nem szeretem a lassú játékosokat. Hát ez van, én szeretem, hogyha a játékosim gyorsak, és elhúznak mindenki mellett, szóval ja. De akinek nem annyira számít a sprint speed, szerintem ez a Nikolić, de tényleg, ezt most komolyan mondom, hogy egy kezdő csapatba egy ilyen silver kötőjel gold, max 1-2 elit játékos csapatod van, Nikolić nagyon jó választás csatárban. Majd meglátjátok a kis videóban, videó részletben. Tényleg nagyszerű játékos. Nézzük tovább, az Acceleration-je 79-es. Hát ja. Mondom, hogy 85 nálam minimum. 80-as strength-je van, igazából az nem nagyon mutatkozott be a videóban, hogy mennyire van fontos szerepe, viszont van, egy pici van, mehetes ball control, meg a 70-es dribbling igazából nem olyan nagy szám, hát a 70-es dribbling miatt van ilyen csalák, ugyebár nálam a roulette csal az, ami a legfontosabb, tehát igazából nem is szeretek olyan játékosokat, akiknek nem roulette cselük van, ezért is van a támadósoromban Griezmann, Robben, Royce, Kagawa, tehát ezek mind roulette cselt nyomnak. Tehát én, meg Di Maria is roulette-et fog nyomni, tehát őt nagyon szeretném már végre megkapni, egy token hiányzik hozzá, és már szétidegez a játék, hogy nem adja, na mindegy. Térjünk vissza, 73-as fejelése van, igazából egyetlen egy esélyem lett volna fejelni Nikolićcsal, de azt már meglátjátok, hogy mi történt. 86-os finishing, ez igazából elég jó statisztika, hogy 86-os a finishingje, és ami az egészben még rá is tesz egy lapáttal az egészre, az, hogy igaz, tehát meglátszik, hogy 86-os a finishingje. Tehát jól fejez be. 81-es a shot power, hát oké, tehát azért van erőssége a lövésbe. 72-es longshot, igazából ezzel nem értek egyet, ezzel a 72-es longshottal. Személy szerint én egy 80-ast adnék neki, meglátjátok ott, hogy miért. Positioning 86-os, az is egy jó statisztika. Tehát jól helyezkedik. Igazából igen, ez is nagyjából látszik a játékán. Hát a védekezési statisztikák nem annyira lényegesek. Agresszió sem. Igazából 70-es fékéket nem lővénző, tehát ennek sincsen túlzottan nagy jelentősége. Rövid passzokat tud adni jól. Long passzokat már nem annyira. Hát igen, tehát na. Ez azért látszik a magyarok játékán. És igazából ennyi, tehát összességében egy nagyszerű játékos, egy kezdő csapatban simán befér, mint támadó, hogyha én azt mondom nektek, hogyha egy csatáros felállásotok van, még akkor is betenném oda, hogyha meg kettő, akkor mellé tennék egy Fernando Torres-t. Mert az elit kártyája, az Ultimate Flashback is, és az Inform is egy óriási kárta, tehát megállíthatatlan csávó. A sima 78-as aranyjátékosa sem lehet szerintem olyan rossz. Tehát így Nikolićcsal így ketten elég jó párost alkotnának szerintem. De mondom, hogyha egy csatárosat alkalmaztak, még akkor is. Tehát az a kettő negatívuma van, hogy tehát a csel, bár majd látni fogjátok, elég jó belejöttem ebbe a cselezésbe. Nem nagy kedvencem ez a csel, de na hát azért nem volt olyan rossz, de ja. A másik pedig igazából, mint mondtam, nekem a 85-ös sprint speed a minimum, tehát a sebességével sem vagyok megelégedve. De hát ez tényleg csak az én személyes véleményem, lehet, hogy ti például nem a sebességre mentek, és nektek ez tökéletes kártya. Hát ennyit tudnék róla mondani.
többi statisztikájával pedig meg vagyok elégedve, és egyet is értek. Egyedül a longshot az, ami jobbnak kéne lennie, mert játékában jobbnak látszik. Na, köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, és kommentben pedig írjátok le, hogy ki legyen a következő játékos, akit bemutassak. Lehet mondani, sőt, inkább olyat mondjatok, aki a csapatomban van, mert most egy kicsit le vagyok égve, ami azt illeti. Nem sok zsetonom maradt, én hülye nyitottam egy csomó packet, program packet, meg egy Team of the Week-es packet, és elnyert a pénzemet, mert nem igazán jöttek jó játékosok. Na, sziasztok!